A Kópera és a Győri Nemzeti Színház együttműködésében készült el a legújabb hazai vígopera, Petőfi Sándor a helység kalapácsa című műve alapján. Az előadást szeptember 15-én láthatja először a győri közönség. A részletekről Bakos és Gáborral és Vadász Dániellel beszélgetek. Szervusztok! Jó estét kívánok! Jó estét! Nem először dolgozik együtt a két csapat, de talán mondhatni, hogy ez az eddigi legteljesebb, leggrandiózusabb együttműködése a Győri Nemzeti Színháznak és a Kóperának. És nyilván minden készülő bemutatónál az a legfőbb cél, hogy egy mindenki számára élvezetes előadás készüljön. Ezen túl milyen célok motiváltak még benneteket ennek az előadásnak a létrehozásában? Mondhatom, Gábor? Szóval, hogy úgy kezdődött ez az egész dolog, hogy mi a Győri Nemzeti Színházzal már a Kópera indulásakor már 7 évvel ezelőtt elkezdtünk tárgyalásokat folytatni, hogy hogyan lehetne a vidéki operákat valahogy olyan hálózatba foglalni, amely során több színházhoz létre egyetlen konkrét produkciót, és az a produkció az körbejárja a színházakat. Így indult ez a Szevillai Borbély, a Figaro házassága, a Szöktetés a szerályból és további operákkal, de az ilyen nagy volumenű projekteknél nagyon sok nehézség van. Például a gyártási kapacitás, ez egy különösen izgalmas területe, és ebben nagyon-nagyon erős a Győri Nemzeti Színház. Több turnét is közösen bonyolítottunk, külföldre is, itthon is, és azt kell mondjam, hogy egy hallatlanul felkészült, nagyon-nagyon erős szakmaisággal működő olyan színházi háttér társaság van, akik úgy a gyártást, a jelmezeket, a színpadot, a díszleteket, a próbafolyamatokat nagyon-nagyon magas színvonalon tudják szervezni és gyártani, és ezért adott volt, hogy velük kezdjük el ezt a beszélgetést, és azt gondolom, hogy ebben a mostani produkcióban az is egy különlegesség, hogy magában a színpadra kerülő műben is nagyon sok győri érintettségű szereplő van, ezekről már mindjárt ejtünk néhány szót, és hát az alkotók között egy olyan stáb van, akik gyakorlatilag... Igen, és akkor ejtünk ki szót, én most a Gábornak átadnám a szót. Maga az alapanyag Petőfi Sándornak, ez az eposz paródiája, ez mennyire volt alkalmas az operai átültetésre, egy vígoperai köntösbe bújtatásra? Tulajdonképpen hívta magát. Tehát alapvetően ott van a Petőfi műben az a fajta dolog, az a fajta huncutság, ami egy vígoperához nagyon kell. És azt gondolom, hogy Berecki Ágota, aki az előadás librettóját írta, aki a Győri Nemzeti Színház vezető dramaturgia, igen jól fogta meg ezeket a dolgokat, és nem csak a helység kalapácsának az anyaga van benne, hanem egy kicsit így Petőfi Sándor életműve. Próbálta úgy megírni ezeket, hogy jól illeszkedjen Petőfi nyelvezetébe és a kor stílusba. Kizárólag Petőfi szöveg hangzik el az előadásban, de nem kizárólagosan a helység kalapácsából. És ezek a dolgok, ezek egy eszenciájában hozzák azt a fajta lelkületet, hevületet, ami Petőfi költészetét és életművét jellemzi. És maga a dolog, maga a mű, maga a zene, az pedig kiválóan szolgálja ezt a dolgot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak egy kiváló előadás van készülőben, hiszen egy sajtónyilvános házi főpróbán vagyunk túl, hanem született egy olyan mű, amely azt gondolom, hogy hosszú évtizedeken keresztül ott lesz az opera irodalom. Ha már a zenét kortárs magyar említetted, akkor mindenképpen én megemlíteném Kovács Adrián nevét. Én úgy tudom, neki ez az első operai alkotása. Milyen modern mai szemmel nyúlt hozzá? Hogyan jellemeznétek ezt? Tudom, van egy néma árja is az előadásban. Igen, és azt hiszem, hogy mielőtt erre a konkrét kérdésre válaszolnék, hozzátennék az előzőhöz még egy gondolatot, hogy a Petőfinek ez az eposz paródiája, ez nem más célt tűzött ki maga elé, mint hogy a kultúrának a felső társadalmi rétegeket meghaladóan a tömegeket akart elérni ezzel. Tehát, hogy azért volt ez eposz paródia, hogy ne csak a felső 1%-nak a szórakozását nyújtsa, hanem egy kicsit képes legyen a mű arra, hogy megszólítsa a szélesebb tömegeket, és ugyanez az indítatás volt a produkciónak a zenei és a dramaturgiai átdolgozása során, és az Adrián azért nagyon izgalmas figura ebben az egész játéktérben, mert egyébként nagyon sok műziket szerzett már. És nekünk ez egy nagyon fontos cél volt, hogy olyan zenei nyelvezete legyen az előadásnak, amely miközben megfelel minden operai formai elvárásnak, közben pedig mondjuk ki azt, hogy a kortárs operáknak a közönsége az ma Magyarországon egy nagyon vékony réteg, és mi egy kifejezetten olyan zenei stílust, olyan nyelvezetet, olyan textúrát kértünk Adriántól, amely nem baj, ha néha emlékeztet musicalekre, de ennek alapvetően egy operának kell lenni, ami az átlag embernek, aki még soha nem találkozott operával, annak is könnyen emészhető. Ez volt a kvázi megrendelői felhívás. Ahogy azt már ti is említettétek, a próbafolyamat nagy része lezárult, és Gábor, te nagyon szerény voltál, de akkor megemlítem helyetted, hogy te ennek az előadásnak az egyik főszereplője vagy. Hogyan élted meg a próbafolyamatot? Az egyik a sok nagyszerű kolléga között, ne felejtsük el, hogy például ezt a szerepet Haja Zsolttal ketten fogjuk majd játszani.
Én imádtam ezt a próbaidőszakot. Én nagyon rég óta, vagy nagyon régen volt az, amikor ilyen jellegű produkcióban vettem részt, amikor kortárs operában énekeltem, és én nagyon szeretem ezt a hangulatot, vagy ezt a világot, ami alapvetően az opera énekes kollégákat jellemzi. Azt a fajta bohémságot, azt a fajta energia túltengést, és akkor közösen matatni egy ilyen dolgon, az igen, igen felemelő. Úgyhogy én nekem ez egy kiváló próbaidőszak volt, és egyfajta jól eső vándorlás, egy kalandozás ebben a történetben. Egy dologra nem tértünk ki még szerintem, az maga a látvány, ez Csíki Csaba és Csíki Zsuzsanna munkája. Ők milyen képi világot álmodtak a színpadra? Ez egy roppant profán történet, azon túl, hogy több helyszíne is van, két terünk van, amely egy furcsa módon változik, sokszor a maga a kórus működteti ezt a díszletet, és ebben a térben valósul meg. Ugye azt is tudni kell ennek a díszletnek, hogy nem csak a Győri Nemzeti Színház nagy színpadán kell, hogy kiválóan funkcionáljon, hanem utána majd, amikor különböző helyszínekre elmegyünk, akkor ezt transformálni kell a kisebb terekre. Igen, is. Hát akkor nevezzük is meg, ugye már szeptember 15-én lesz a Győri bemutató, és valamikor, ha jól olvasom, november tájékán, itt Budapesten is láthatja majd a közönség. Így van. Novemberben készülünk a Nemzeti Színházban a díszbemutatóra, és utána pedig Debrecenben is játszunk egy szériába, ahol az márciusban fog kezdődni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám, és sok sikert kívánok a bemutatóhoz. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen.